Vannak azok a típusú családok, akik a gyereket 15 éves korukig egy számítógép előtt tartják, és utána váratlanul elviszik a Balatonhoz, ami hirtelen óriási többlet ingert jelent számára. Úgyhogy most egy ilyen lassú kislányt ismerhetünk meg. A jelenetet előadja Aradi Tibor, és apa szerepében pedig Hatházi László. Apu, ez itt a Balaton. Ez. Ez! És itt vannak a pónik. Nem, kislányom. Ez egy tó. De azért kaphatok póni. Nem is tudod, milyen a póni. De igen, hangya. Átúszza a vízt, és megöli a tücsköt, mert az ellenségie. Meg róka. Menj hintázzá! Apu, inkább úszhatok. Igen, csak előbb gyere ki a vízbe. Apu, ha beugrom a vízbe, csinálsz rólam egy biztonsági mentést. Nem, az a vízimentők dolga. És ha túl sokan mennek be ezen az oldalon, akkor nem borul fel a tó. Nem, mert körbe van betonozva, nem látod a szélét! És az ott, mi az ott a papóni? Róka? Nem, kislányom, az a Tihanyi félsziget. És hova lett a másik fele? Elvitték a tücsök? Miért érdekel? Miért érdekel? De apu! Igen? Hova megy az a garázs a vizen? Apu! Az? Az egy komp. Hogy lehet, hogy a komp olyan nagy és csak ilyen rövid szó? Mert a komp csak kiterjesztés. Pont komp. Látom, vág az eszed, mint a borotva. A borotva az olyan, mint a tücsök. Nem. Aha. Apu! Na. Szerinted én kérek lángost? Nem, szerintem nem kérsz. De miért nem? Mert ott van a szádba. Akkor ezért nem kérek lángost. Ezért. Apu! Igen? Kérhetek kólát gyerekmenübe? Persze, kislányom, kapol bele egy tücsköt. Nem lehetne inkább póni? Nem lehetne. Nem. A tücsöknek miért nincs házuk, mint a csigának? Vagy róka? Nem tudom, kislányom, de talán. És apu, igen. A naptejet is a boci adja. Nem, azt anyád adja. Apu,
amikor a héliumos karuszómmal a vizen járok? Miért kiabálja a néni, hogy Jézusom? Mert hisz. A tücsök hisznek a póniba? Vagy a róka? Pláne az. És ha a vízben sírnak a halak, amikor esik az eső, az veszélyes. Miért lenne veszélyes? Ha, mert akkor cunami lesz, és elmossa a parton a pónit meg a tücsköt. Vagy a róka? Hát igen, megfordult a fejemben. A póni? Vagy a róka? Tudtad, hogy az emberek 90%-a nyaktól lefelé van? És a nagy kék deréktől lefelé elvágta a bácsikat? Az a nagy kék, az csak víz, meg Balaton. Apu, mondj egy négybetűs szót, ami pónira végződik. Póni. Ó, de jó. Figyelj, kislányom, lassan gyere be a napról, jó?